A Marceliban megrendezett fordulón három korosztályban összesen 16 csapat vett részt. Kaposvárról, Zalaegerszegről, Hívízről, Lentiből, Tapolcáról, Zalalőőről és Becsehelyről érkeztek a vendégcsapatok. A Marceli VSS-ét az első és második osztályosok versenyében a Mikszáth utcai általános iskola emelt szintű testnevelési csoportjainak fiú csapatai képviselték. A csapatokat Bőle László testnevelő kosárlabdaedző készítette fel. A Marceli VSS-e kosárlabda szakosztálya vállalta fel a versenyek lebonyolítását. Igen, a kosárpalánta program Marceli VSS-e tavaly vett részt először. Első-másodikos gyerekeket nevezzük be, mert a harmadiktól már az U11-es, tehát igazából a rendes kosárlabdát tanulják. Nagyon jó tapasztalataink vannak, tavaly egy országos második helyet is elhoztunk, de igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy minél több gyereket behozzunk a rendszerbe, és ők már itt, a szülőin is elmondtuk, hogy minket nem fog az zavarni, ha nem fog mindenki kosárlabdázni, mert itt meg lehet nézni, hogy minden játékelem bent van, az elsősöknél még alig van labda, tehát mindenféle mozgáskultúrát tanulnak a gyerekek, ami csak előnyükre válhat. Mi indokolta a szakosztály részéről, hogy megszerveznétek, vagy részt vegyetek ebbe a rendezvényben? A kosárpalánta program az 4 éve indult. Igazából először úgy indult, hogy kaptunk egy e-mailt, és akkor mi elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy miért ne, mert ugye focit, kézilabdát viszonylag könnyű elkezdeni elsős gyerekekkel, a kosárlabdát nehezebb, tehát sokkal összetettebb, nehezebb sportág, és az első-másodikosokkal nem tudtunk egyszerűen mit kezdeni. Ez kiváló alkalom, tehát ezt látta a szövetség is, tehát az MKOS által szervezett program. Nagyon jól látták ők is, hogy így tudjuk a gyerekeket elsős korukban már a kosárlabda közelébe csalogatni, úgymond. Három területi forduló van, most Marceliban a másodikat rendezzük, decemberben volt az első, ott hála Isten mind a két csapatunk első helyen végzett, tehát ha a régiós döntők alapján első helyen leszünk, az ismét Székesfehérváron fogunk az országos döntő részt venni, ez reményeink szerint így lesz. Honnan jöttek a gyerekek? Igazából most 16 csapat lesz összességében, és a másodikosoknál okozott problémát, mert ott 8 csapat lesz itt Marceliba, és ketté kellett bontani, tehát Pécsen is lesz egy régió. Alapvetően a Pécs meg a Kaposvár ma nincsen itt, decemberben itt volt, tehát TVSK Kasi. Most több csapat van, Zalalövő, Becsehely, Tapolca, nyilván Marceli, most Becsehelyet azt hiszem mondtam, tehát a Dél-Dunántúlnak az északi része, illetve a Nyugat-Dunántúlnak a Zala megyei része jön el hozzánk. Az Egyesület fontosnak tartja az utánpótlás nevelést, hiszen enélkül nem lehet a jövő csapatait felépíteni. A mi gyerekeink nagyon szeretik, először is óckodtunk tőle, hogy mit fognak hozzászólni, de igazából nagyon szeretik. A fejlődés is látható, hiszen tavalyhoz képest szerintem dupla annyi csapat van. És bízunk benne, hogy jövőre ez tovább duplázódik. Eddig harmadikos korában tudtuk a gyerekeket megszólítani, most elsős korában. Azért mégis azért nyilván a labdás elemek azok nem foci, meg kézilabda, azok kosárlabda elemek. Előbb megszeretik, ismerik az edzőket, ismerik az egyesületet. Jóval nagyobb esélyünk van nekünk is harmadikos korában itt tartani. Az első osztályosok versenyében 4 csapat indult. A Marceli mind a 9 versenyszámot megnyerve végeztek az első helyen. A második osztályosok versenyében 9 csapat közül a második helyen végeztünk, minimális pontkülönbséggel a Zalaegerszeg mögött.